Ezek a fiatalok hétvégén úgy döntöttek, hogy ők már csobbannak egy nagyot a lassan érkező nyárba, és közösen fürdőznek a 60-i strandon. A júniusi időjárás egyelőre szeszélyesnek tűnik, mégis egyre többen gondolják úgy, hogy a strandolást választják kikapcsolódásként. A 60-i strand június 13-án nyitotta meg az idei szezont, az első hétvége pedig az időjárási viszonyokhoz képest sikeresnek nevezhető. A koronavírus járvány miatt ugyan számos változást vezettek be, így a látogatókat korlátozott számban tudják beengedni, és a medencékben is ügyelni kell a 2 méteres távolságtartásra azoknak, akik nem egy közösségbe vagy családba tartoznak. A bejáratnál rendelkezésre áll a kézfertőtlenítő gél, a strand dolgozói pedig folyamatosan fertőtlenítik a gyakran használt felületeket, továbbá a víz minőségét is óránként ellenőrzik. Ezek a szabályozások azonban egyáltalán nem akadályozzák a látogatókat a szórakozásban, a medencékben egészen biztosan nem alakul ki tömeg, és a vendéglátóhelyek, a büfők és fagyizók is kinyitottak. Hogy érzed magad itt a strandon? Jártál-e már a 60-i strandon, és hogy vártad-e már ezt az időszakot? Igen, jártam ide. Sokszor voltam itt, és nagyon vártam. Anyának egyből mondtam is, amit láttam a posztot, hogy meg fog nyitni, hogy jöjjünk. És igen, élvezem. A 60-i strandon a belépők árai a tavalyihoz képest nem változtak, így reggel 9 órától egészen este 7-ig várják a látogatókat.